Szép jó napot kívánok! Nagy örömmel köszöntök valamennyi résztvevőt, és érdeklődött a Péceli Alapfokú Művészeti Iskola által rendezett első Rádai Gedeon Fúvós Kamarazenei Fesztiválon és versenyen. Sok szempontból történelminek nevezhető ez az esemény. Először, mert az iskola életében ez az első alkalom, amikor élő, egyenes adás keretében követhetik az érdeklődők az iskola programját. Így most azokat az érdeklődő barátokat, családtagokat is nagy örömmel köszöntöm, akik nem tudnak megjelenni, de az interneten mégis követik fesztiválunkat. A második ok, amiért iskolánk életében történelmi eseménynek tekintjük ezt a találkozót, maga a fesztivál. Hiszen házi versenyeink voltak már, de ilyen rangos eseményt eddig még nem rendeztünk. A verseny célja a hivatalos megfogalmazás mellett az, hogy a társaszenélésnek olyan fórumot biztosítsunk, melyben a hangsúly a jó ízű zenélésen van, hogy mellette díjakat is lehet kapni. Az már csak hab a tortán. Természetesen ez az alkalom nem jöhetett volna létre támogatóink segítsége nélkül. Köszönjük az Emberi Erőforrás Támogató Kezelő Nemzeti Tehetségprogramnak, a Dunakeszi Tankerületi Központnak, a Harmónia Péccel Alapítványnak és Péccel Város Önkormányzatának a megvalósuláshoz nyújtott támogatásokat. Továbbá köszönjük védnökeinknek, Szabóné Forgás Gabriellának, Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójának, Pannonhalmi Zsuzsa Ferenci Noémi díjas kerámikus művésznőnek, aki a mögöttem látható csodálatos kerámia falat készítette, illetve a fesztivál fődíját, a fesztivál díjat, a csodálatos bronzplakettet is ő készítette, illetve Sarlós Imrének, Péccelváros önkormányzata alpolgármesterének és Márkus Jánosnak, a Harmónia Péccel Alapítvány elnökének, hogy vigyázó szemükkel és megannyi segítséggel támogatták a szervezők munkáját, és tényleg sajnáljuk, hogy egyéb feladataik miatt nem tudnak jelen lenni. Ezúton köszönöm és köszöntöm munkájukat a résztvevőknek, felkészítő tanároknak, illetve szervező kollégáimnak. Mielőtt köszönteném és bemutatnám a zsűrit, engedjék meg, hogy tényleg néhány szót szólja a verseny névadójáról és a helyszínről. Mindkettőről sokkal többet lehet megtudni a programfüzetből, így most csak néhány aprósággal szeretném felhívni a figyelmet, illetve felkelteni a kíváncsiságot, remélve, hogy valóban kedvet kap mindenki e nagyszerű családok élettörténetének megismeréséhez. Rádai Gedeon a névadónk. A rádai család ősi törzse állítólag a 11. század vége felé Könyves Kálmán uralkodása alatt Nápolyból jött Magyarországra. A család felemelkedése Rádai Pállal kezdődött, aki Rákóczi diplomatája, titkos kancelláriájának vezetője volt. Ükunokája, versenyünk névadója, gróf Rádai IV. Gedeon, mert hatan voltak. Hosszabb szünet után 1844-ben újra országgyűlési képviselő lett. Ugyanebben az időben választották meg a Nemzeti Színház igazgatójává is. E minőségében pártolta a nemzeti irodalmat. A kor művészeivel és íróival baráti kapcsolatban állt. A Vasárnapi Újság 1855 évi második számában így méltatja őt. Teljes meggyőződésünkből szóltunk, midőn azt mondók, hogy kedvesebb újévi ajándékot nem kaphattunk, mint gróf Rádai Gedeont, a Nemzeti Színház számára igazgató úr. Hosszú méltatás után a cikk így összegzi Rádai Gedeon tulajdonságait, ügyszeretet, hozzáértés és emberekkel bánni tudás jellemzi őt. Nagyon sokan mondták már, és talán kedves vendégeink is így éreznek, hogy ennek az épületnek különleges hangulata, varázsa van. Hogy miért? Nem tudom. Talán mert nem mindent, ami emberek építették, és az árad a történelem a falakból. Néhány morzsa az épületről is. Péccel első diplomás orvosa, Hászi József 1830-ban költözött Péccelre, és végezte munkáját. A falu megbecsülésként, elismerésként 1876-ban kinevezte a falu körzeti orvosának.
Idősebb korában egyre jobban foglalkoztatta az a gondolat, hogy megszaporodott családjának egy megfelelően nagy házat épít, és ehhez megvette a Kossuth tértől a folyás, ma Lélekpatak felé induló két kataszteri holdterületű telket. Az építkezés megkezdését már nem élte meg. A munkálatok szervezését és irányítását lánya, Erdei Antalné Ház Zsófia folytatta. Erdei Antalnak és Ház Zsófiának négy gyermeke közül Teréz lányukat a későbbi egyházjogász, majd honvédelmi államtitkár Melihár Kálmán vette feleségül. Melihár a Honvédelmi Minisztériumban 6. Rádai Gedeon, vagyis a verseny névadójának az unokája, miniszersége alatt került. Kálmán több péceli civil szervezetben is helyet kapott, 1934-ben díszpolgári címmel jutalmazta a település. Nemes elődök, nemes feladatok, melyek érdemes folytatni a fiatalabb nemzedéknek is. De nem húzom tovább az időt. Őszinte tisztelettel köszöntöm körünkben a zsűri tagjait, dr. Lakatos Györgyöt, aki egyben a bizottság elnöke is, fagottművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi docens. Köszönöm. Dr. Farkas István Pétert, harsonaművészt, aki a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának tanszékvezetője, a doktori iskola témavezetője. Dr. Romos Zsolt fuvolaművészt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti karának művésztanára, egyetemi docens. Munkájukat a zsűri jegyzőjeként Bálint Ágnes kolléganőm fogja segíteni. A fellépőknek jó muzsikálást, a közönségnek pedig jó szórakozást kívánok, a zsűrinek pedig jó munkát, és ebben át is adom a szót a verseny háziasszonyának és egyben konferálójának, dr. Udvarhelyi Boglárka énekművésznek kollégának. Jó szórakozást és köszönöm, hogy meghallgattak. Szép napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntsem Önöket itt Bécelen, ezen az első országos kamarazenei fesztiválon. Mielőtt elkezdenénk a versenyt, engedjék meg, hogy néhány nagyon fontos információt megosztak Önökkel. Először is a zsűri által kiadható díjakról szeretném Önöket tájékoztatni. Természetesen ugye lesz egy arany, egy ezüst és egy bronz minősítés, és ahogy az imént már elhangzott, lesz egy külön díj is, a fesztivál nagy díja, amit ugye Pannonhalmi Zsuzsa keramikus művész készített. Ezen kívül a felkészítő tanárok is természetesen díjban részesülnek, egy külön díjban. A versenyt pár perc múlva azt hiszem el is tudjuk kezdeni. A verseny után lesz egy ebédszünet. Az ebédszünettel kapcsolatban ez körülbelül 1:30-ig tart, arra kérünk mindenkit, hogy 1:30-re érjen vissza az ebédszünetből. Próbáltunk egy kis segítséget adni, itt kint látnak egy térképet, hogy hol lehet itt Pécelen ebédelni. 1:30-kor, amikor visszajönnek, akkor a zsűri egy sorrendet fog ide kitenni. Szeretné, hogyha a zsűri által választott legméltóbbak, legszebbnek választott darabok újra elhangzanának. Ennek a sorrendjét ide ki fogjuk tenni. Kérjük, hogy ebben a sorrendben jelentkezzenek majd a fellépők, illetve így hangozzanak el a darabok. Ez viszont felhívom a figyelmet, ez nem a helyezés sorrendjét fogja tükrözni. Miután megvolt ez a kis gálakoncert, akkor utána fogjuk kihirdetni a verseny eredményét. Tapsolni kérnék szépen, hogy csak a meghajlás után tapsoljanak, illetve a mobiltelefonjaikat ne felejtsék el majd a verseny után visszakapcsolni. És arra kérnék mindenkit, hogy már a végzett fellépők jöjjenek vissza, amikor ugye tapsolás van, foglaljanak helyet és hallgassák meg a többi versenyzőt is. Akkor most következik a sorsolás. Én ki fogom húzni azt a csoportot, aki kezdi a
versenyt, és utána a műsorfüzetben ugye látható egy sorrend, és az utána következik az első kibúzott név után. De ezt mindjárt az hiszem világosan is teszem, mert kicsit talán, hogy voltam ott, mert hát ezt idehozom, hogy mindenki jól lássa. Azt mondja, hogy tehát az első fellépő a trombita kvartett. Hatos trombita. A hatos trombita kvartett, és akkor utána a Winkler Ensemble. Utána pedig utána következik a hetes, utána pedig visszamegyünk az elsőhöz. Akkor én azt javaslom, hogy a trombita kvartett résztvevői készüljenek föl. 5 perc múlva várjuk őket vissza a színpadon. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, a kedves nézőknek pedig jó szórakozást, valamint a zsűrinek is jó szórakozást. Köszönjük szépen! Kedves hölgyeim és uraim, tehát akkor a sorsolásnak megfelelően először következik egy trombita kvártett. A trombita kvártett Pécelről érkezett. A tagjai Buza Bálint, Hargitai Csanád, Körmendi Szabolcs és Nagy Máté. Műsoruk Péntek János, Fricsai Fanfár, valamint Hidas Frigyes, Kis Szvit, első és harmadik tétele. Fogadják őket szeretettel!
A következő kamara csoport is Pécelről érkezett, a Winkler Ensemble, egy klarinét trió. Tagjai Lőrinc Emese Dalma, Nagy Lóránt, valamint Petró Benedek. Csajkovszki régi francia dal, majd Handel, Burli. Fogadják őket is szeretettel. És a numeró 4-es Nocturne-t Mozart megzenésítésében. A kamaracsoport tagjai Boldizsár Johanna, Gyöngyösi Réka és Hinger Jászmin. Thank you.
A következő csoport Gyömrőről érkezett, ők az Anonymous Quartet. A kvartett tagjai Brandenburg Borbála, Brandenburg Flóra, Lakatos Ezékiel és Marton Gergő. Műsoruk Weiner Leo Rókatánc, Zégers Dék, Fiesta. Thank you.
Két fuvola csoport következik most egymás után, mindkettő fuvola csoport Pécelről érkezett. Először az Aulus kvartettet hallhatják, tagjai Ézsiás Janka, Hobb Noel, Trefli Sára, valamint Zsámboki Kitti. Műsoruk Sikárt Vivace, David Bonomo, Danny Boy. Hey!
az Aulos Trio. Műsoruk James Hook G-dur szonáta második, harmadik tétele, valamint Zentérnyi László Trio szintén második, harmadik tétele. Akik előadják: Erdős Emma, Nagy Alice és Petró Bernadett.
utolsó kamara csoportja következik. A Fekete Gyöngy klarinét kvártett Gödöllőről érkezett. Tagjai Cserbik Róbert, Csernyászki Ábel, Kunst Gábor György és Pap Lőrinc, amit pedig hallhatunk tőlük, Marc-Antoine Charpentier prelőd és Joplin Picserinrek. Thank you.
Kedves hölgyeim és uraim, ezennel a rendezvényünk első része véget ért. Következik az ebédszünet, de mielőtt elmegyünk ebédszünetre, engedjék meg, hogy megköszönjem a zsűri, a kedves versenyzők, valamint felkészítő tanáraiknak a munkáját. A rendezvény második része 1 órakor folytatódik tovább. Arra kérünk mindenkit, hogy 13 órára jöjjön ide vissza a zeneiskolába. Itt ki lesz akkor függesztve már az a sorrend, amit szeretnénk, hogy a 13:30-kor kezdődő gálán a versenyzők eljátszanak. Abban a sorrendben majd, ahogyan kiírjuk. Amit már említettem, ez nem a versenynek a végleges eredményének a sorrendje. A gála után következik majd az ünnepélyes díjkiosztó. Tehát 13 órakor újra találkozunk, az ebédhez pedig jó étvágyat kívánok!